Az amerikai parti őrség egy nyomozó testületet hívott össze a Titán katasztrófájának vizsgálatára. A nyomozás célja a hasonló tragédiák megelőzése, valamint hogy a bizottság megállapítsa szükséges a -e polgári vagy büntető jogi lépések megtétele. A vizsgálat jelenleg a kanadai hatóságokkal együttműködve a roncsok összegyűjtésének szakaszában van. Az összeroppant búvárhajó maradványait csütörtökön fedezte fel egy mélytengeri kutatóeszköz, csak nem 4000 méteres mélységben a Titanic roncsától körülbelül 500 méterre. Vendégem pedig a stúdióban Balogh Tamás, a Hajózástörténeti Modellező és Hagyományőrző Egyesület elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Az egész világ lélegzett visszafolytva, szószoros értelmében lélegzett visszafolytva figyelt, hogy mi lehet ennek a mentő vagy merülő a, a sorsa. Mi okozta a tragédiát, hiszen most már tudjuk, megtalálták a roncsokat. Ön szerint mi okozta a katasztrófát? A közvetlen okát lehet tudni, ugye összeroppant a nyomástól ez a jármű. Az, hogy mi vezetett ehhez a végeredményhez, azt pedig jelenleg vizsgálják a kanadai partiőrség, illetve az Egyesült Államok partiőrségének a szervei. A vizsgálat 18-24 hónapot fog igénybe venni, és ennek a vizsgálatnak az eredményeképpen derül majd ki az az okfolyamat, amely erre az eredményre vezetett. Azért azt viszont pontosan lehet tudni, hogy az a hajó, amivel lemerültek, nem volt alkalmas erre, nem elég nem ilyen mélységre kalibrálták, vagy engedélyezték. Miért mentek le mégis ilyen mélységben? Egyrészt nem volt engedélyezési folyamat, másrészt a kalibráció sem történt meg. E, azt sem tudjuk egyértelműen kijelenteni, hogy ez a hajó erre nem volt alkalmas, hiszen ez a 13. útja volt ebben a mélységben. Ezt megelőzően 12 utat e, teljesített, összesen 60 embert szállított a titani kroncsaihoz a korábbiakban. Meggyőződésem tehát, hogy a a tulajdonosai, üzemeltetői abban a meggyőződésben vetették be, és használták a következő útja során is, hogy biztonságos. Ugye, ahogy ön is említette, egy kalibráció kellett volna ahhoz, hogy megjelhessen győződni arról, hogy valóban biztonságos, illetve milyen időtartamon belül avul el, vagy öregszik el az anyaga. Erre a kalibrálásra nem került sor. Egyetlen egy nemzetközi minősítő, illetve tanúsító intézet sem vette gondozásba, illetve nem tesztelte a várható mélységnek megfelelő nyomáson, így gyakorlatilag a tényleges bevetések alkalmával szereztek gyakorlati tapasztalatokat az üzemeltetéséről. De az is érdekes, hogy az öt eltűnt utasból három gazdag turista volt. Ők miért tartották fontosnak, hogy lemerüljenek a roncshoz? Mi, 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 ami, mi az, ami motivál? Nem egy szakembert, hanem egy, egy gazdag turistát, aki úgy érzi, hogy ezt is meg tudja fizetni, hogy lemerüljön a titanikhoz? Én magam nem vagyok gazdag turista, tehát nem tudok a fejükkel gondolkodni, így csak az élménybe számolóikra hagyatkozhatok, amelyet néhányan a korábbi utazások résztvevői közül megosztottak a közönséggel. Nyugodtan mondhatjuk azt hiszem, hogy ez egyfajta extrém sport. Különös tekintettel arra, hogy ezeknek az expedíciónak nevezett turista utaknak valódi tudományos hozzáadott értéke csekély van. Különös tekintettel arra, hogy ugyan felszerelték ezt a járművet is kamerákkal és fényforrásokkal, amelyek elvileg biztosították annak a lehetőségét, hogy a roncson, illetve annak a környezetében egyes leleteket rögzítsenek, illetve azok pozíciójáról, elhelyezkedéséről, méretéről több információ álljon rendelkezésre a korábbiakhoz képest. Azonban azt tudnunk kell, hogy 2012-ben, tehát a hajó elsőedésének a centenáriumán már egy teljes roncs térkép rendelkezésre állt, ami a roncsmező egészét bemutatta, illetőleg idén májusban ezt digitális modellként is elkészítették. Ez olyan részletességű is felbontású, hogy a karperec méretű személyes tárgyakat is egyenként lehet azonosítani a roncs teljes területén, így a továbbiakban ezeknek az utazásoknak a hozzáadott értéke tudományos szempontból még inkább megkérdőjelezhető. Azért az is nagyon érdekes, amit ön nyilatkozott korábban, hogy maga a Titanic roncsa legkésőbb 2040-re szét fog bomlani, pontosan a nyomás és a, és a, ráható erők miatt, és olyan lesz, mint egy, egy pázil, amit szétszórtak a, a szoba padlóján. Onnantól fogva várható még ön szerint, mert most nem lehet hozzányúlni a roncshoz akkor várható, hogy lemennek merülő hajók, és mondjuk így a, a, roncsból fognak szemlézni, vagy szemezgetni? Ez egy érdekes kérdés, amit felvetett, ugyanis eddig egy következetes bírói gyakorlat érvényesült a tekintetben, hogy a roncsmezőn csak a szétszóródott tárgyakat lehet felszínre hozni. Magába a többé-kevésbé intakt módon megőrződött roncsrészekbe, az orr és a tat részbe nem lehet belevágni annak érdekében, hogy azokból bármit is kiemeljenek. Nyilvánvalóan azzal, hogyha 2040 körül bekövetkezik a roncsoknak ez az összeomlása, megváltozhat ez a helyzet és bíró gyakorlat. Kérdés azonban, hogy technikailag mi lesz akkor kiemelhető. Hiszen ugye itt egy összességében parlament méretű hajóroncsról beszélünk, ez több fedélzet, kilenc fedélzet magas. Tehát ha ezek a fedélzetek egymásra roskadnak, ugye az anyaguk tartóságának elvesztése miatt, ugye itt arról van szó, hogy az acélépítő elemekből folyamatosan vonódik ki a vas a tengermélyi Mikroorganizmusok tevékenységének a következtében, és emiatt végső soron az önsúlyát sem fogja tudni elviselni ez a szerkezet, akkor ebből a kártyavárként összeomló konstrukcióból mi lesz majd az, ami felszíne hozható? Nyilván ez majd akkor fog kiderülni. És miért izgatja még mindig ennyire a kutatók? fantáziáját a hiszen szinte minden információ a rendelkezésünkre, rengeteg mindent lehet tudni a történetéről és a roncsról is. Mi újdonságot tud még mondani a titanik? Ugye sohasem ugyanazok az emberek érdeklődnek urán, iránta, hiszen egy-egy generáció, egy-egy kiemelkedő szakértője, aki ezzel a történettel foglalkozik, nyilvánvalóan élete során ki tudja elégíteni a saját kíváncsiságát. Ez egy önfenntartó történet abban az értelemben, hogy minden adottság megvan benne ahhoz, hogy egyfajta végzetszerű történetnek tekintsék az emberek. Mind az elhivatottság, mind a gőgös elbizakodottság, mind a segíteni akarás, mind a drámai jelenetek ebben a történetben adottak. Egy viszonylag szűk, koncentrált térben, rövid idő alatt lezajló drámai eseménysorról van szó, amiben, ha úgy tetszik, az emberi élet és annak valamennyi kihívása mikrokozmoszként megjelenik. Ugye ez a fajta adottsága szerintem a történetnek az, illetve a történteknek az, ami az követő generációk érdeklődő tagjainak a fantáziáját megmozgatja. Így azt gondolom tehát, hogy roncsok ide vagy oda, állékonyság és tartóság, illetve föltárhatóság, ez a történet, amíg hajózás iránt érdeklődő ember létezik, szintén megragadja majd az egymást követő. Ön említette egy korábbi interjúban, hogy ugye ez az öt ember, aki lemerült, az egy darab egy darab ablakon keresztül szemlélhette volna ezt a roncsot. Nyilván ez, ez ugye ön is, vagy ön azt mondta, hogy az olyan, mint hogy a zseblámpával akarnánk bevilágítani a parlamentet, és úgy próbálnánk megnézni a díszítést, az ornamentikát, az építészeti elemeket. Tehát itt a Titaniknál is nyilván nem lett volna arra idő, hogy körbehajózzák, hiszen azért nagyon komolyan ki kellett számolni, hogy meddig merülnek, mikor mennek vissza. Mégis akkor mit látta? Volna, azok, akik magzatpózban kuporogtak ebben a miniatűrhajóban. A korábbi expedíciókon résztvevők tapasztalatai e tekintetben is irányadók, ugye bárki az interneten rákereshet, hiszen begosztottak ilyen fényképeket, amelyeket ezeken a nyilások, ezen a nyíláson keresztül készítettek el. Valóban, ahogy ön is idézte, itt egy nagyon-nagyon kis porcióját láthatják csak ennek az egész tömegnek, úgyhogy leginkább arra alkalmas ez a fajta tapasztalatszerzés vagy benyomásszerzés, hogy egy impressziót adjon, hogy a közelség érzését, ha úgy tetszik. De ezen kívül Aligha mással, hiszen azok a digitalizációval végmement vizualizációs törekvések, amelyek ugye, ahogy említettem, az egész roncsot és roncsmezőt bemutatják, ma már az egész kép, a big picture bemutatását is lehetővé teszik. Ahhoz képest ez az élmény csak partikuláris marad. Igen, de mondjuk négy kilométerre le menni a jéghideg Atlanti-óceánban, ami egyébként rendkívül rossz időjárási körülményekkel párosult, innentől fogom, hogy nagyon nehéz megmagyarázni azt, hogy miért, miért volt Sőt, ez fontos. Sőt, ez, az élményszerűség olyannyira viszonylagos, hogy eddig ugye a Titanic roncsaihoz merülő eh, életkori rekord is egy fiatal emberhez kapcsolódik, egy 13 éves fiúhoz, aki szintén ennek az Ocean Gate ilyen színek a szervezésében merült a roncsokhoz, a Titán egy korábbi útja alkalmával. Ő például elvesztette az eszméletét, amikor lemerült, hiszen eh, ez a feltételezem kiegészül Azokkal a nyomásviszonyokkal, amelyek folyamatosan változnak, ugye a mélység függvényében, ő magában egy elég erőteljes hatást gyakorol a résztvevőkre. Balog Tamás, köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm a lehetőséget.